Krisztusban, kedves testvérek! Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Hallottuk elhangzani ezt a híres mondatot Jézus ajkáról, amely hírességén túlmenően keresztény mi voltunknak, keresztény egzisztenciánknak a középpontjába kell, hogy emeltessen. Talán egy kicsi ellentmondásosan hangzik Jézusnak a tanítványai kérésére, illetve kérdésére adott válasza, hiszen Fülöp és a tanítványok azért mennek hozzá, hogy jelezzék a vendégek látogatási szándékát feléje, és Jézus, mintha talán udvariatlanul egyáltalán nem is reagálna a vendégek közelettére, hanem ő szenvedéséről beszél. Ha azonban átlapozzuk az evangéliumot, akkor sokszor még Jézus mondatai között is nagyon sok ellentmondást vélnénk felfedezni, és bizony a szavaiban, a cselekedeteiben ugyanez az ellentmondásosság tárul fel. Azonban ez az ellentmondásosság csak a mi emberi logikánk számára tűnik ellentmondásnak, valójában mindvégig az ő kristálytiszta, Isten fiúi öntudatának és megváltói küldetésének a logikája bontakozik ki előttünk. A magvető egy népszerű példabeszéd az evangéliumból. Maga a magvetésnek a folyamata is egy ünnepélyes folyamat. Ugyanakkor, ha a növényekre vetünk egy pillantást, akkor azt láthatjuk, hogy ők a szél kómájuk segítségével oldják meg magvaiknak az elhintését, és ezáltal biztosítják saját maguk számára szelíd engedelmességükkel a tavaszi földtámadást. Az ember esetében azonban már korán sem beszélhetünk ilyen öntudatlan tevékenységről, hanem nagyon is tudatos tevékenységgel állunk szemben. A gazda megáll a földje szélén, és azokat a kezében lévő acélos búzaszemeket elhinti a barázdáknak a sírjába. És jól lehet, a munkáját követően az a terep egy egyhangú magtemetőnek néz ki, azonban néhány hónapon belül aranyozott kalászerdővé válik az a terület. És mi ennek köszönhetően vehetjük magunkhoz táplálékunkat, a mindennapi kenyerünket. Való igaz, hogy ellentmondásosan hangzik az is, hogy ennek a búzaszemnek el kell halnia. De ha ez így van a természet rendjén, akkor mennyivel inkább vonatkozik ez ember életünkre is. Jézus maga is búzaszemként tekintett a saját életére, és tökéletesen tisztában volt vele ahhoz, hogy szavaival és tetteivel is igazolja az ő isteni mi voltát, és nekünk egy új életet, egy új Isten fiú életet ajándékozzon, ahhoz meg kellett halnia, és vállalta ezt a szenvedést. És pontosan ez lehet az egyedüli vígaszunk, ez lehet az egyedüli reménysugarunk a mi szenvedéseink közepette is, hogy Jézus nem közömbös szemlélője a mi földi szenvedéseinknek, hanem ő maga is mindezt vállára vette. Ahogyan Pál apostol hallhattuk, Jézus, az Isten fia, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Bizony, nekünk embereknek is nagyon sokszor van szükségünk a szenvedés megélésére ahhoz, hogy mi magunk is engedelmességet tanuljunk. Jól lehet, aki már sokat élt és sokat tapasztalt, az maga is tudja, hogy az ember, mint teremtmény, képtelen arra alkatilag, hogy engedetlen legyen a teremtőjével szemben. Ha azonban mégis megkísérli az engedetlenséget, és a teremtésnek a rendje ellen fordul, és önmaga természetének a rendje ellen fordul, akkor szembesülni fog azzal, hogy a lázadása,
előbb vagy utóbb, de biztosan kudarcra lesz ítélve. Idegenül hangzik ez a bűntől sebzett ember számára, hiszen talán mindvégig a történelem folyamán, de kiváltképp napjainkban, ezekben a modern, globalizálódott időkben a szabadság első számú értékévé vált a mai emberiségnek. Jól láthatjuk, hallhatjuk és tapasztalhatjuk mindannyian, hogy a mai ember a végtelen szabadságnak a mámorában él, és úgy gondolja, hogy az a szabadság, hogy ő mindent megtehet. Azonban ez nem szabadság, hanem szabadosság, élesebben fogalmazva, a szabadságnak a karikatúrája. És hogy mennyire így van, még a jó és a rossz közötti választás sem minősíthető a szabadság teljességének. Mert ha a jó és a rossz közötti választás lenne a szabadságunknak a teljessége, akkor Isten nem lenne szabad. Márpedig a kérdés is meglehetősen botrányos, hogy akkor Isten nem szabad. Isten a tökéletes szabadság, a szabadságnak a teljessége. Azonban Istenről tudjuk, hogy ő számára a rossz nem jelent alternatívát, Isten képtelen a rosszat választani. Tehát feltehető a kérdés, hogy akkor mit értünk szabadságon, mit jelent szabadnak lenni. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy kész vagyok a jóra, és szüntelenül a jó cselekszem. De a mai emberiség már a választás szabadságán is felülemelkedett, és a szabadságában azt teszi meg fő mércéjévé, ami neki előnyös, ami neki kényelmes, és ami élvezetes. És mindaz, ami a saját meglátása szerint a szabadságának a kiteljesedése ellen hat, azokat igyekszik kiiktatni és lerombolni. Nem a véletlen művének tekinthető, hogy napjainkban frontális támadás indult mind a nemzetállamok ellen, mind pedig a családnak az intézménye ellen. Ezt tapasztalhatjuk mindennapokban, akár a híradóban, vagy akár az elektronikus és az írott sajton keresztül, hogy éppen most egy nemzetállamnak melyik hatáskörét kívánják megnyírbálni, hol olvasztatják be azt az adott nemzeti közösséget egy globális masszába, ahol már nem számít az egyéni nemzeti kultúra és nemzeti hagyomány. És ugyanez a merénylet figyelhető meg a családnak az intézménye ellen, ahol különféle liberális elmebetegek úgy vélekednek, hogy a nemünket mi magunk választjuk meg, és a férfi, illetve a nő tetszés szerint átoperáltathatja magát. Sőt, ez az elmebaj már odáig fajult, hogy az Egyesült Államokban nem lehet a szülőket édesapának és édesanyának nevezni, mert ez diszkriminatív, mert ez a melegek örökbefogadási tevékenysége ellen ágál, ezért csak egyes szülőknek és kettes szülőknek lehet nevezni a csemetének a szüleit. Történik mindez azért, mert a szabadságnak az illúziójától megvert ember már, és persze jó módjától eltelve nem tudja, hogy hol tart, és úgy gondolja, hogy neki mindent lehet. Ennek a gyalázatos szabadság felfogásnak lehettünk tanúi az elmúlt hónapokban is, amikor a Charlie Hebdo nevezetű francia szennylap úgy vélte, hogy kiváló poént űzhet abból, ha kigúnyolja másnak a vallását, ha gúnytűz Mohamed prófétából, vagy éppen az atyát, a fiút és a szent lelket egy szexuális aktusban ábrázolja. Persze, ha valaki más kérdéseket mer feszegetni, most én sem fogom ezt tenni, mindannyian tudjuk, miről van szó, akkor az rögtön nacionalistává válik, antiszemitává, homofóbbá, emberellenessé, és őt nem illeti meg a szólás szabadságnak a joga. A mai ember tehát itt tart, minden tekintély tökéletes lerombolását tűzte ki célul, azért, hogy ő szabad lehessen. És ennek függvényében egyáltalán nem kell meglepődnünk azon, hogy Európa alkalmatlanná vált arra,
hogy demográfiailag reprodukálni legyen képes saját magát, és ennek függvényében az sem tűnik botrányosnak és döbbenetesnek, hogy drasztikusan csökken a házasságok száma, és a házasságok többsége pedig válással végződik. Ez ennek a félrecsuszamlott és minden normalitásától és láncától megvesztett szabadságnak a logikus következménye. Jézus ellenben azt mondja, hogy nem ez a szabadság visz az életre, hanem az, amely a másikért képes feláldozni mindent, amely a másikért él és hal. Éppen ebből fakadóan az az ember tévúton jár, aki önmaga kiteljesedését önmagában képzeli el, saját vágyait és elképzeléseit űzvén, és azokat mindenkor megtámogatván és megvalósítván. A szeretetteljes élet az a másiknak ajándékozott élet. Ember mi voltunk, csak a másik szolgálatán keresztül teljesedhet ki, és csak a másik szolgálatán keresztül vezethet út számunkra is a mindenható Istenhez. Nem könnyű ezt megértetni a körülöttünk élőkkel, de talán első körben nem is az a feladatunk, hogy ezt a külvilággal megértessük, hanem az, hogy elsősorban mi magunk éljünk ennek a krisztusi eszménynek megfelelően, mi magunk tekintsünk úgy a saját életünkre, amelynek legfőbb értéke az, hogy másokért adható, hogy másokért feláldozható. Hogy egy hétköznapi példával szemléltessem a búzaszemnek az elhalását, gondoljunk csak a gyertyának az égésére. Mikor meggyújtjuk a gyertyát, akkor attól a pillanattól kezdve az a gyertya fogyásnak indul. De mégis a gyertyának a melegéből és fényéből élünk, és a gyertyán keresztül megjelenítődik emberségünknek a melegsége, az emberségünknek a meghittsége. De egyetlen egy gyertyának az időtartama sem végtelen, és előbb-utóbb láthatjuk, ahogyan elég. Ha mindez érvényes a tárgyak vonatkozásában, például a gyertyára, akkor mennyivel inkább érvényesebb a természetnek ez a rendje a mi emberi életünkre is, hogy mi is csak azáltal válhatunk egészé, értékessé, emberhez méltóvá és Isten fiúi teremtményé, ha a másik embernek a szolgálatát tűzzük ki célul, akár tanárként, akár feleségként, akár családapaként, akár papként, vagy bármilyen más hivatást vállalva ezen a világon. A búzaszemnek el kell halnia, de ennek a búzaszemnek az elhalása magában foglalja bizony a szenvedést. A szeretet nagyon sokszor áldozatot követel, a szeretet nagyon sokszor együtt jár a szenvedéssel. Gondoljunk csak azokra, akik egy életen keresztül gondozzák a férjüket vagy a feleségüket ágyhoz kötötten, vagy gondoljunk a kórházi ápolókra, akik tényleg iszonyatos harcot vívván sokszor önmagukkal és a betegekkel is, de mégis áldozatkészen szolgálják azokat, akik már nem tudnak önmagukról gondoskodni. De ez a szenvedés lehet másféle is. Lehet, hogy sokszor nekem kell megtörettetnem, lehet, hogy sokszor az én bensőmben kell végbe mennie annak a bizonyos kenyértörésnek, ahhoz, hogy abból élet fakadhasson. Akár sokszor szó szerint is meg kell halnia az embernek ahhoz, hogy mindaz, amit ő képviselt, és mindaz a szeretet, amit ő sugárzott magából, igazán kézzel foghatóvá legyen mások számára. Ugyanakkor nagyon sokan éppen emiatt, a szenvedés miatt kritizálják a mindenható Istent. Maga Lucifer a madás tragédiájában ostorozza emiatt a mindenható Istent, de Luciferhez nagyon sokan betársulnak ma is, hogy éppen emiatt ostorozzák a mindenható Istent. És kétségtelen, emberi értelmünkkel tényleg nehezen felfogható, hogy a halálból hogy lesz élet, és a szenvedésből hogy fakadhat, hogyan sarjadhat bármilyen nemű
jótétemény. Ez csak akkor leszünk képesek megérteni, ha Krisztusba ágyazódva, ha Krisztusnak felajánlva viseljük a saját magunk keresztjét, és tudjuk azt, hogy mindaz a rossz, mindaz a szenvedés és mindaz a fájdalom, ami bennünk munkál, egyszer elmúlik, sőt, ha képesek vagyunk úgy tekinteni a keresztjeinkre, hogy a mostani fájdalmunk, a majdani boldogságunknak a része, akkor ez képes valamit megsejtetni mindannyiunk számára, hogy Jézus miért beszél az elhaló búzaszemnek a szükségességéről, és hogy ő maga miért vállalta a keresztáldozatot. Jól lehet a szenvedésnek a titkát képtelenség emberi elménkkel megfejteni, és talán mindig is egy botrányköve lesz az emberiségnek. Hiszen ha Isten két alaphatározmányából indulunk ki, miszerint Isten a végtelen jóság és Isten a mindenhatóság, akkor nehezebb válik érthetővé számunkra a szenvedésnek és a rossznak a jelenléte. Mert hogyha jó az Isten, akkor hogyan engedheti meg a rossznak a megvalósulását? Ha viszont mindenható, akkor mégis hogyan lehetséges ez a rossz a világban? Két olyan kérdés, amelyet az emberi elménk nehezen fejthet meg, talán filozófiai síkon feloldhatatlan ez az ellentmondás, és csak egyedül Krisztusnak a keresztje képes magyarázatot adni ezekre a kulcsfontosságú kérdésekre, és természetesen képes választ adni a mi életünknek a végső értelmére is. Aldous Huxley a Szép új világ című könyvében értekezik arról, hogy a jövő világának olyannak kellene lennie, ahol az embereket kémcsövekben tenyésztik ki, és ez a kémcsövekben kitenyésztett ember már soha többé nem ízleli meg a fájdalmat és a szenvedést. Ha a mester életére vetünk egy pillantást, tanulmányozzuk az ő szavait, és magunkévá tesszük szellemiségét, akkor jól láthatóvá válik, hogy ez az imént vázolt utópia ténylegesen csak egy utópia, amely megvalósíthatatlan, mert Jézus nem ígért szenvedés és fájdalommentes világot, nem ígérte a szenvedés és fájdalommentességnek az illúzióját és annak bábvilágát. A szenvedés átnemesíthető, átlényegíthető, ha Jézusban hordozzuk. Talán nem véletlenül fogalmaz Goethe úgy, a híres német írófejedelem, hogy számára annyit ér egy ember, mint amennyit szenvedett. Ha olvasunk egy történetet, egy szép irodalmi regényt, vagy bármilyen más könyvet, külső szemlélőként tekintünk arra a cselekménysorra, és ezért úgy érezzük, hogy az nem igazán érint meg bennünket. Azonban, ha az evangéliumot olvassuk át, akkor nem vonhatjuk ki magunkat az evangéliumnak az üzenete felől, üzenete alól, mert Jézusnak minden szava, minden cselekedete pontosan nekünk van címezve, a mi életünkre irányul, és ha mi őt kívánjuk követni, akkor nekünk is saját magunkra, a saját életünkre elhaló búzaszemként kell tekintenünk, és ennek a búzaszemnek bizony, vagy lelkileg, vagy fizikailag is el kell halnia. De egy pozitív példát is említvén, gondoljunk csak egy olyan meghitt és bensőséges temetésre, ahol egy jó embertől búcsúzunk, és a ravatalt, körbeálló emberek szinte érzékelik fizikai síkon is annak a szeretetnek a kisugárzását, amelyet ő az élete folyamán megélt. Ezért lehetséges az, hogy valaki még 50 év elteltével is saját magán érzi a nagyapjának a szerető és gondoskodó tekintetét, ezért lehetséges az, hogy egy özvegy asszony még évtizedek múltán is visszajár a temetőbe, és szinte a síron keresztül átöleli az ő férjét, mert az a férje az egész életét annak szentelte és annak ajándékozta, hogy a feleségét minden nap a szeretetével körbeölelhesse.
Jézus, amikor az elhaló búzaszemről beszél, akkor erről az elhalásról beszél, erről az önmagunknak való meghalásról, hogy önmagunknak elhalva és meghalva másoknak csírázzunk az életében, mások életébe vigyünk örömet, boldogságot, és ezáltal a másik megboldogított életén keresztül emeltessünk fel mi magunk is abba a térerőbe, abba a vonzáskörbe, amelyet Krisztus keresztje szimbolizál és fejez ki mindannyiunk számára, ahogyan ő fogalmaz, én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Amen.